A brassói táblabíróság jogerős ítélete nyomán el kell távolítani a székelyzászlókat a Kézdivásárhelyi polgármesteri hivatalról és a város főterén álló Gábor Áron szobor mellől. Az RMDSZ EP választási lista vezetője szerint azért fontos az erdélyi magyarok brüsszeli képviselete, hogy a nemzeti kisebbségek helyzetét rendezzék. Winkler Gyulával, székelyföldi stúdiónkban Szávó Enikő beszélgetett. Winkler Gyula gyakran hangoztatta, hogy Brüsszelben az a legfontosabb feladata, hogy szövetségeseket találjanak a kisebbségvédelmi törekvésekhez. Jó estét kívánok! Kiket Jó estét kívánok! Kiktől vár támogatást? Az Európai Unió tagállamaitól, elsősorban azoktól, akik már, vagy ahol már autonómia rendszerek működő, képesek és léteznek jól begyepesedett autonómia formák, amelyek a kisebbségi közösségek érdekeit védik. Nyilván, hogyha pontosan a többieket kellene meggyőzni. Ha talán államokat kell megnevezni, akkor először a legnagyobb kerékkötőjét kellene a kisebbségi jogoknak megnevezni, ez Franciaország, nem kisebb és nem kevésbé fontos állam, mint egyike az alapítóknak. Nyilván, hogy a központosított államstruktúrákban gondolkodó és a kisebbségek fogalmát, vagy akár etnikai vagy nyelvi kisebbségek fogalmát elutasítók között kell kapaszkodóra találni, de ehhez szövetségesek kellenek, és nyilván, hogy a szövetségesek azok mindenhonnan szükségesek, Európa keleti, nyugati, északi vagy déli részéről. Szerint erőt adna az instabil Európának az Egyesült Európai Államok létrehozása. Most vita van ebben a kérdésben, ugye sokan úgy látják, hogy ezáltal elkerülhető az unió szétesése. Az ellenzők szerint viszont ez csökkentené az államok szuverenitását, és veszélybe kerülhetnek ezáltal a nemzetek. Játék a szavakkal, hogy mit nevezünk erős Európának, vagy mit nevezünk az Európai Egyesült Államoknak. Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a szuverenitás kérdésében abban kell gondolkodni, hogy a mai Európa Unió valóban nem tudná egy föderális struktúrában biztosítani a nemzetek, illetve közösségek jövőképét, viszont egy olyan Európai Unió, amelyben az Európai Parlament szerepe növekedik, úgy, ahogy ezt valamikor meggondolták, elgondolták, elképzelték az alapító atyák, ott a szuverenitást nem átadjuk Brüsszelnek, hanem közösen gyakoroljuk a nemzeti szuverenitásainkat, a politikai unióra kell gondoljunk, és arra, hogy az Európai Unió nekünk, erdélyi magyaroknak, kisebbségben élő közösség számára elsősorban a közösségek Európája és a régiók Európája kell, hogy legyen. Egy régiók Európájában maga a mi régiónk, akár a Székelyföld, akár Erdély, Transzilvánia, Siebenbürgen meg tudná találni az őt megillető helyét az európai régiók között. Veszélyeztetett nemzetek témánál vagyunk. Aktuális hír, hogy a bírósági ítélet nyomán Kézdivásárhely főteréről el kellett távolítani a székely zászlót. Ilyen esetben hogyan tudja felhívni Brüsszelben a közösségi jobb helyeken a közösségi szimbólumok, a nemzeti szimbólumok, a regionális szimbólumok elismert jogai közé tartoznak a közösségeknek. Levehetjük és visszatehetjük a székely zászlót valamelyik városunknak a főteréről. A lényeg és a célkitűzés az, hogy érvényt szerezzünk a nyelvhasználati jogunknak, annak, hogy legalábbis regionális szinten kisebbségi második hivatalos nyelv legyen Romániában is a magyar nyelv, illetve hogy a szimbólumainkat, a nemzeti és regionális szimbólumainkat szabadon használhassuk. Hallottuk Orbán Viktor kijelentését, amely diplomáciai feszültségeket keltett. Nagyon sok erdélyi politikus egyetért ezzel. Mit hal meg mindebből Brüsszel? Brüsszel mindent meghal, hiszen Brüsszel nincsen távol, és Brüsszel mindent meghal attól függetlenül, hogy egy erdélyi vagy magyarországi politikus magyarul, románul vagy bármely más nyelvet használva olyan kijelentést tesz, amely jelentőséggel bír az európai intézmények számára. Mivel ebben az évben nem csak a keleti határoknál való feszültséggel kell szembenézni, 2014-ben lesz egy olyan referendum rövidesen Katalóniában, amelyet nem ismer el a madridi kormány, lesz egy másik referendum Skóciában, amelyet elismer a londoni kormány, illetve lesznek olyan fejlemények, amelyeket talán ma még nem tudunk előre megjósolni, de amelyek mind arra felé vezetnek, hogy a kisebbségi, az őshonos kisebbségek kérdését az unió szintjén valamilyen módon Európai Uniós keretszabályozás által kell szabályozni, meg kell alkotni ezt a hozzáállást, és ilyen szempontból úgy látom, hogy jó az, hogyha időnként eszébe juttatjuk Európának azt, hogy
kötelezettségei vannak a kisebbségeivel szemben. Újabb 7 éves költségvetési ciklus előtt áll az Európai Unió, és nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy ez most egy óriási lehetőség Románia számára. Időközben ugye az LNDS Erdély 2020 fejlesztési terve elkészült. Mindebből mit tud Brüsszelben konkrétan megvalósítani? Románia számára valóban lehetőség az új 7 éves költségvetési keret. Fontos az, hogy nekünk is, székely embereknek, erdélyi magyar embereknek, a közösségeinknek lehetőséget hozzon az új ciklus. Erről szól az Erdély 2020 fejlesztési terv, és arról, hogy a mi érdekeink is be kell kerüljenek az országos fejlesztési tervekben. Ezt Bukarestben el kell érni, és a következő hetek erről szólnak majd, illetve Brüsszelből kell megerősíteni azt, hogyha netán csökkenne a figyelem Erdéllyel szemben, akkor azt tudjuk Brüsszelből kicsit kijavítani. Még legyőre, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.